Sok köszöntök mindenkit, ez itt előttem egy Awesome GX1, amit úgy írnak, hogy AUSOM. mert hogy ez egy hát elvileg vadonatúj kínai márka, amely arra esküdött föl, hogy mint egyéb más kínai márkák, ők is rollereket óhajtanak gyártani, és ide küldték nekünk ezt a GX1 nevű terméket, annak érdekében, hogy be tudjuk mutatni. Na most a, mi mielőtt elkezdjük, el kell mondjam, hogy amikor megérkezett a cucc, akkor felhívtam azt a barátomat, aki roller témában nagyon otthon van. Mondtam neki, hogy figyelj, jött egy ilyen új dolog, sose hallottam erről a márkáról, de hogy nézzél már rá, ugye speci alapján, hogy te mit gondolsz róla. Megnyitotta a, a weboldalt, megnézte a képeket, azt mondja nekem, ez egy vészet 8. A nem meg úgy mondod, mert magamtól biztos nem jöttem mondrá, rá, de megnéztem a vészet 8-nak a kinézetét, meg a specifikációit, és igen, ez szögre ugyanaz. Viszont más az árazása, ami azért nagyon praktikus, mert gyakorlatilag egy vészet 8 at fogsz megkapni relatív kedvező árfekvésben, hiszen ez olcsóbb, mint a vészet, mert ez a termék ez 710 valahány dollárba kerül hivatalosan, de ugye megint van szokás szerint kuponkód, amivel 50 dollárt le lehet csípni az árból, és hogyha ezt magyarra átfordítjuk, akkor 240-250 ezer forint jön ki, és ez egy relatív barátságos ajánlatnak számít. Pláne akkor, hogyha megnézitek, hogy mennyibe kerül egy vészet 8, ami még most is ilyen 1000 dollár körülről indul, szóval mindenképpen ez egy kedvező bárfekvésű megoldás. Hogy mi történt a háttérben, azt nyilván nehéz megfejteni. Lehet az történt, hogy a vészetesek azt mondták, hogy csináljunk egy új márkát, és akkor amit nem tudtunk eladni, annak idején azt betesztük ebbe a szortimentbe, átszímkézzük, és el van intézve. Vagy ugyanaz a gyártója a vészet mint ami az Ausomnak a partnere, vagy alapvetően az volt, hogy az Auszon awesome a vészethez, és azt mondta, hogy megveszük a maradék cuccotokat, átmacicázzuk, és akkor lesz egy új rollerünk. Nem tudom, mi történt, de a lényeg az, hogy a, a, a két termék az nagyon sok ponton hasonló, de nem mindenhol. Na, um, kezdjük a nagyon basic technikai adatoknál. Ez a cucc, 22 kg képvisel a mérlegen, vagyis relatív könnyűnek számít. Van benne egy 15,6 amperórás, 48 voltos akkumulátor, Amivel a gyártó azt mondja, hogy hát 65 kötője 80 km hatótávot lehet elérni, de ugye a szokás szerint ez ugye megint némiképp túlzás, és a roppant körülményekre vonatkozik. Ha te úgy Isten igazából haladsz vele, mint egy ember, akkor azt mondanám, hogy a 45-50 km-es hatótáv reális, és akkor tényleg úgy haladsz vele, hogy nem is léped át az EU szabványnak megfelelő 25 km h órás végsebességet. fél hüvelykes kerekei vannak. Ez kicsinek számít a mezőnyben, viszont ugye C van elől és egy rugós felfüggesztés van hátul. Ugye szoktuk mondani, hogy a C futómű az szokott necces lenni, mert ugye okozhat citálást, meg lehet bizonytalan. De miután ugye 25 km h val limitálva a sebesség, ezért annál a tempónál nem fogsz érezni semmiféle szitálási hajlandóságot. Viszont a 8,5 hüvelykes egyébként pneumatikus gumikkal együtt relatív jól csillapítja az úthálózatban hát forduló de meglehetősen sok egyenetlenséget, szóval nem kényelmetlen vele haladni. A, ami viszont érdekes, és ami relatív ritka mostanában a rollereknél, hogy az elő-hátú dobfékes, am, aminek van előnye meg hátránya. Az előnye az, hogy a dobfék az, amiben nem nagyon megy bele a szennyeződés, tehát relatív karbantartás igénytelen. A hátránya viszont az, hogy jóval erősebben kell húznod a fékkart, mint egy tárcsafékes megoldásnál, még akkor is, hogyha ez egy bovdanes tárcsafékes megoldás, egyszerűen nagyobb az ellenállás, más ugye a működési elve egy dobféknek. Tehát azt mondanám, hogy tudsz ugyanolyan fékerült kifejteni vele, blokkolóra lehet fékezni a kereket, mint egy tárcsafékes megoldással, de ahhoz erősebben kell cibálnod a fékkarokat, hogy ugyanezt elérhessed. Ez nyilván valamennyire tudatosságot és odafigyelést és megszokást igényel, hogy tudjad azt, hogy amikor meg kell állni, akkor tényleg be kell a két fékkart, és akkor meg is fog tudni állni. Jó, mielőtt tovább mennénk, szerintem még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ez egy 500 wattos tej, maximális teljesítményű roller, ami alapvetően bőven elég bármire, amire a városban van rollerre, és ami még jó benne, hogy elég sok helyen van rajta a lámpa, de ezeket viszont inkább végig végignézhetitek velem együtt, így a telefon, illetve a kamera segítségével. Szóval Szokás szerint kezdjük az ismerkedést a bal oldali markolatnál, ami egy ilyen kicsit gumirozott, kicsit kemény markolat, de ez a kis pup, ez rajta nagyon praktikus, tök jól lehet ráfogni. És ami érdekes, hogy itt van egy ilyen kis kitüremkedés. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen dekorációs elem, de kiderült, hogy ez az index. Itt fölötte van egy roppant egyszerű, de funkcionális csengő, és ugye itt látok egy fékkart. Ha pedig úgy átjövök a másik oldalra, akkor ez egy nagyon vonzó kezelőszerv, mert szerintem látszik, hogy hát ide kér egy kártyát a bekapcsoláshoz, amit ezzel a gombbal tudunk elintézni, írja is, hogy kárd, és itt nekem most így fel van ide lógatva, ha ide érintem, akkor ugye magához tér a berendezés. És igazából ami érdekes benne, hogy, hogy egyrészt ez a kerek egység, ez relatív jó láthatóságot biztosít. Hát, hogyha teljesen direktbe rásüt a nap, akkor nem feltétlenül, ugye ez így látszik talán, is, hogy ilyenkor nem látod jól, de úgy általában azért azt mondom, hogy ki lehet venni, hogy mi van rajta. Ez a kezelő szervez, ugye itt lehet állítani a rásegítés mértékét, illetve a sebesség limitet, ezzel pedig ki be tudod kapcsolni. Lehet, hogy kapcsolni lámpát, hogyha hosszan nyomod a plusz nyelet, és akkor van lámpánk. Ezt megmutatom, mert a lámpa is egy kicsit fura. Ugye a lámpa az egy csík, itt ami hát mindenhova világít, csak előre nem, illetve hát előre is világít, de igazából ez ennyire erővel felszor, felszor, felszor lett, né, egy neofényt is ide. De szerencsére van neki két apró párja itt lent, és akkor ezzel azért valamennyi, valamennyire azért oké okay a láthatóság, és nyilván ezeknek van egy hátsó párjuk itten, meg itten, ez itt csak egy prizma. Uh, és ha már ugye a lámpát bekapcsoltam, akkor megmutatom az indexet is, ha ezt megnyomom, akkor az itt elkezd villogni, és elől ugyanezt történik. És ami érdekes a történetben, hogy nem lehet kikapcsolni az indexet, tehát ez 20 villog, és magától kikapcsol. Ha megint rányomok, akkor újraindul a 20-as számláló, tehát nincsen, hogy csak 3-at villog, villognék. Ha megnyomod, az 20 villogás lesz, akármelyik oldalt is nyomod meg. Na most itt ugye van az NFC olvasó, itt mindig írja a pillanatnyi feszültséget az akkumulátornak, és egyébként pedig egy relatív egyszerű kezelőszerről beszélünk, ahol ugye nyilván lehet állítani az információkat, hogy mit írjon ki, és egyébként pedig ők körülbelül ennyit tud. Na most ami nagyon praktikus és nagyon jó, hogy ez a gázkarunk, ami azért jó, mert ellentétben az ilyen olcsó rollerekkel, ahol ugye a markolatot csavargatod, vagy itt van valami izé, ezt meg tudod fogni marokra, és pont el fogod tudni érni a mutató a gázkart, és ez nagyon komfortos, nagyon kényelmes, plusz van benne természetesen tempomat, tehát egy bizonyos idő után beáll arra a sebességre, amivel húzod. Na, ami talán feltűnt, hogy ez egy kicsit furcsa ez a stucni, és ennek az az oka, hogy ha én elkezdem ezt csavarni, és csavarom relatív hosszan, akkor az fog történni, hogy ponton meg fogod érezni, hogy elért a végéig ez a csavarhatósági lehetőség, és ebbe a pillanatban ezt lehet hajtani. Nyilván ezt a másik felével is meg tudod csinálni, és ez azért jó, mert még inkább kisebb méretűre össze lehet csukni, mint amekkora egyébként az ő mérete. Tehát a kormány szélessége, ami egyébként kellően széles, nem befolyásolja a hordozhatóság és az összecsukhatóság szerepét. Ez mindenképpen pozitív. Ami szintén pozitív, hogy állítható a kormányoszlop magassága. Ugye egy ilyen gyors módszerünk van, ezt is simán le tudom tolni, ilyen picire, és akkor egy ilyen mini roller lesz nagyon apró növésű embereknek, és fel is tudom emelni, ugye ebbe a magasságba, ami nagyjából a normális magasság, talán egy picit magasabbra húztam, mint ami nekem kényelmes. A gyártó azt mondja, hogy 140 és 200 cm-es testmagasság között ez remekül használható ez a berendezés. Na most van még egy pár érdekesség. Először is ez itt kettő darab, pont ugyanolyan csatlakozó. Vagyis egyszerre két töltővel is tudod tölteni az akkumulátort. Hát a kis szépségkibája a történetnek, hogy alapvetően egy töltőt adnak hozzá, amivel 10 óra a feltöltési idő, hogyha te ezt gyorsítani akarod, akkor rá kell két, két töltőt, és akkor négy kötőjel 6 óra alatt fel lehet tölteni nulláról 100%-ra. Ami szintén jó, hogy egy 20 centi széles trepnit kapsz, az mindenképpen pozitív, és 61 cm hosszú, plusz meg itt van egy 18 centi hosszú extra toldás, amire rá tud tenni a T alakban a hátsó lábadat, illetve azt a lábadat, ami hátuk van, ugye nekünk nincs hátsó lábunk, de ilyenkor hátsó láb lesz belőle. És amit még én nagyon kedveltem ebben a rollerben, hogy ugye az összecsukás művelete, az... Talán az lesz a legjobb, hogy ezt a összecsukási műveletet, ezt inkább úgy mutatom meg, hogy nincs a kezemben semmi. Tehát az első lépés az, hogy kioldod a gyors kioldod a kormánynál, és ezt letolod. És utána a második lépés az, hogy ezt itt meghúzod és gyakorlatilag, ahogy a roller csukod össze, már is föl kerül, följebb kerül az, az első kerék, és ha még a kitámasztót is meghúzod, akkor összejön egy olyan formáció, ami tényleg elég kicsike, és ha még a kormány markolatokat is lehajtod mellé, akkor tényleg relatív kisen elfér ez a történet. Ráadásul a 26 kilót azt azért meg lehet emelni, nem annyira durva, és amit én nagyon szerettem benne, hogy a szétnyitás is egyszerű, mert ezt meghúzom, és ahogy állítom fel a kormányoszlopot, gyakorlatilag a kerék is a helyére kerül, és egy ponton bepekadtan, és gyakorlatilag onnantól kész vagy, illetve innentől már csak annyi dolgod van, hogy a kormányt is visszaállítod abba a pozícióba, ami neked megfelelő. Viszont, ugye az a helyzet, hogy ezek 8,5 hüvelykes kerekek, és lehet azt mondani, hogy az első hátsó felfüggesztés az egész jól rugózik, szerintem látszik. De mégiscsak az van, hogy bármennyire is mondjuk ügyes, meg minőségi, meg jó sikerült csillapítást és felfüggesztést kapnak a kerekek, akkor is az van, hogy a kisméretű keréknek azért vannak olyan hátrányai, amiket semmilyen felfüggesztés nem tud kiküszöbölni, mert ugye az a szituáció, hogy 8,5 hüvelykes kerékkel jóval könnyebben tudsz beleszaladni egy olyan kátyúba, egy olyan úthibába, egy villamos simbe, vagy egy rosszul berakott csatornafedőbe, aminek aztán hát pofára is, is lesz a vége. Szóval azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy ez okvetlenül a kisebb rollerek közé tartozik. Na, nyilván a kérdés az, hogy milyen vele menni, de mielőtt ezt megbeszéljük, hadd mutassak pár trükköt a fedélzeti rendszer kapcsán. Szóval, az a helyzet, hogyha ezt bekapcsolom, és megadom neki a kártyát, tessék, 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 tessék csak, akkor tudom a állítani, hogy a kettőt együtt nyomom, akkor bekerülök a szokásos P-menübe, és itt a P-menüben, hogyha elmegyek a 8. pontig, akkor ide olyan számot íratok be vele, amit akarok, és akkor ugye elvileg ez a maximális sebesség, amit el lehet érni. Na most gyárilag, hát nyilvánvalóan ez a történet, ez 25 km/h-val limitálva, hogy megfeleljen a roller az Európai Uniós előírásoknak. Ha Németországban vagy, és Németországban rendeled, akkor 20 km/h lesz a maximális sebesség. A helyzet az, hogy miután ugye ez egy vészetklón, klón, ezért hát én utána olvastam, hogy hogyan tudom átállítani a maximális sebességet, mert alapból az a szituáció, hogy ebben a p amit az előbb láttatok, ott 50 van beírva, ennek ellenére 25 km h óra tudott menni maximum ez a gép. És akkor azt gondoltam, hogy jó, oké, rendben, olyan szinten korlátozó van, hogy szoftveresen sem tudom belőle kiütni, szóval szétszedtem a rollert, Ugye, hogyha felhajtom az első részét, akkor hozzáférek itt a vezérléshez, ki kell csavarni négy csavart, utána le kell szedni ugye a burkolólemezt, és akkor hozzáférsz a vezérléshez, mert ugye a vészeteknél az a szituáció, hogy van egy fehér színű kábel, ami egy ilyen gyors csatlakozó össze van csatlakoztatva, ha szétszeded, akkor gyakorlatilag állokoltad. Vannak olyan vészetek, ahol nem egy ilyen fehér izé van, de akkor is meg lehet könnyen találni, melyik az. Úgyhogy szétszedtem, beletúrtam, volt benne rengeteg csatlakozót, szórakoztam vele, de igazából nem találtam meg a limitációnak a kábelét. És csak azt gondoltam, hogy jó hát ezek annyira profik, hogy hogy még azt is megcsinálták, hogy ne tudjat kiütni. Aztán kiderült, hogy természetesen rohadt könnyen meg lehet csinálni szoftveresen. Tehát igazából ennek a segítségével a maximális sebesség alattam, én 85 kg vagyok, általában reggel, a maximális sebesség alattam az 42 km h volt teljesen sík úton. És a helyzet az, hogy 42-nél már azért ez a céljfutómű sem tökéletes, tehát, hogyha te mondjuk 30-nál gyorsabban mész vele, akkor már nagyon érdemes odafigyelni, mert akkor már van egy kis imbolygás, van egy kis rezonancia a kormányon, amit mindenképpen érezni fogsz, de egyáltalán nem drasztikus, tehát abszolút kontrollálható, de mondjuk a legutóbb nálunk járt Kukiring G2, az ilyen szempontból az egy stabilabb képnek érződött, de mondjuk az egy jóval nehezebb, egy nagyobb kerekű, egy jóval komolyabb eszköz. Ez valahol félúton van a pálcika, meg nem pálcika a rollerek között. Ezzel 40 menni, hát én azt mondom, egy kicsit riski. Viszont nagyon örültem neki, hogy ugyanolyan színű akon van, mint amilyen színe az Awesome gx nek van. Na, öm, végre egy roller, amihez hozzá tudtam öltözni. Na, figyú, öm, igazából szerintem ez egy jó roller. Öm, nem hibátlan. A, szerintem a legnagyobb hibája az, hogy doffék van rajta. És értem, hogy a dofféknek vannak bizonyos előnyei, amit a tárcsafék nem tud felkinálni, És a dofféket is lehet állítani. Tehát van elől is hátul is egy nagyon egyszerűen állítható bovden, amivel ugye tudod állítani, hogy mennyire tudod behúzni a fékkart. Ugye továbbra is az a standard, hogy úgy kell hogy hogyha tökik behúzod, akkor még be tudja tenni az újadat a fékkar és a markolat közé. Tehát be tudod ezt úgy állítani, de bárhogy is állítod, mindenképpen azon, hogy egy jóval izmosabban kell megrántani, mint egy tárcsafékes megoldást, nem is beszélve egy hidraulikus megoldásról. Tehát ez okvetlen hátránya. A másik hátrányom, amit érzek, az, hogy Szerintem egy picit kisebbek a kerekek, mint amit ehhez a teljesítményhez alapvetően elvárnék, de minden más szempontból viszont rengeteg pozitívum van. Az, hogy a gázkor itt van fönn, az mindenképpen egy óriási pozitívum. Az, hogy ilyen jópofán össze lehet csukni, és még a kormánymarkolatokat is lehet le lehet dönteni, az sokkal inkább praktikusabbá, hordozhatóbbá teszi, mint a hasonló árfekvésű gépek közül bármelyiket külön jó pont az állítható kormánymagasságért. Nagyon jó, hogy ilyen széles és hosszú a trepnie. É, nagyon jó az összecsukásnak a művelete. Tehát tényleg, tényleg Alapvetően azon egy csomó dologon meg vagyok elégedve. Végis van rajta index olyan, amilyen, de egyáltalán nem bántóan gyenge. Lehetne jobb is, meg lehetne az, hogy itt villog a két markolat végén. É, igazából ez egy, ez egy jó pufa, jó kitalált, Jól összerakott, alapvetően egész jó minőségű dolog. Gyakorlatilag ugye a v 8 nak az átszimkézett verziója, de vannak benne változtatások. Például az ilyen változtatás hogy szoftveresen ki tud ütni belőle a sebességlimitet, sebesség de igazából nagyon komfortosan tudtam használni. Na most az 500 wattos maximális teljesítmény nem hangzik soknak, de ez nem egy nehéz roller. És ezért aztán ugye a síkúton a 42 km h ez egy dolog, de ugye. Ami kellemes meglepetés volt a számomra, hogy elindultam itt fölfelé a környéken. És igazából a közepes meredekségi utakon is felvonszolt engem 20 km h sebességgel. Ezt nyilván akkor is megcsinálja, hogyha nincs kiütve belőle a limit. Tehát, hogyha benne hogy a gyári limitet, ami a max 25, akkor is az van, hogy 20-szal fel fog téged vinni. Nagyon-nagyon jó volt a gázkar adagolhatósága, ez mindenképpen egy óriási pozitívum, meg az is, hogy ugye egy ilyen mutató gázkart tettek rá, ami jóval-jóval kényelmesebben kezelhető, mint ezek a klasszikus megoldások. Tehát ezek például nagyon-nagyon tetszettek benne. Azt is nagyon kedveltem, hogy érezhető, hogy van benne elektronikus fék. Tehát amikor elkezdem meghúzni a fékkarokat, akkor ugye az elektromotornak az ellenállását is hát gyakorlatilag bekapcsolja a rendszer. És tényleg az van, hogy ha nem kell hirtelen megállni, hanem csak lassítanál, akkor elég jól lehet adagolni azt, hogy mennyire akarsz lassítani. Tehát bizonyos szempontokból kifejezetten élmény volt vele közlekedni, bizonyos szempontok alapján ez kifejezetten kellemes roller. Nem mondom, hogy ez a legjobb vétel a piacon, de egyáltalán nem mondhatnám rossznak. Jó van összerakva, szépen össze vannak kötegelve a kábelek, nincsenek csúnya illesztési meghegesztési hibák benne, tök jól működik az összecsukatósági mechanika, ott van a két töltőport lehetősége, hogy akarod, akkor vetsz még egy töltőt, és akkor dupla gyorsan tudod tölteni. De tényleg egy csomó olyan előnye van, ami miatt én azt mondom, hogy ez egy szerethető és kellemes gép de tisztában kell lenni azzal, hogy mint minden rollernek ennek is vannak bizonyos korlátai, ebben is vannak kompromisszumok, de alapvetően azt gondolom, hogy a 240-250 ezer forintos ár, illetve mondhatnám azt is, hogy azt gondolom, hogy a 660 dolláros ár, az nagyjából reális ezért a tudásért, ezért a gépért, és ami viszont szerintem egy tök nagy pozitívum, hogy bár az Awesome egy új gyártó, de miután ez egy vészet 8, ezért az alkatrész ellátottsággal sem lesz különösebb problémád. Oké, okay. um, hát azt mondanám, hogy nagyon röviden és tömören ennyit kell tudnotok erről a gépről. Um, köszönöm az awesome hogy kiküldték, mindenképpen örülök neki. Um, ugye a Cookie G2-vel is úgy voltam legutóbb, hogy igazából annyi pénz, ami kínálják, annyi pénzért lehet, hogy magamnak is megvenném, hogy okvetően szeretnék rollerezgetni. És uh, ezzel az ausom is így vagyok, mert gyakorlatilag hozza azt, ami egy városi környezetben szükséges. Nekem ez a 40-50 km hatótáv bőven elég. Az 500 wattos teljesítménnyel tényleg fel tudok menni kicsit dombosabb környékekre is. Nyilvánvaló, hogy János-hegyet azt nem próbálnám meg vele, de amíg nem kell ilyen nagyon meredek utcákra fölkanyarodni, addig kifejezetten jól működik ez a, ez a termék. Nyilván óvatosan érdemes vele közlekedni a kisebb kerekek miatt, de összességében azért azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy korrekt, korrekt ajánlat, egy olyan gép, aminek vannak bizonyos extra funkciói, és lesz, lehet, hogy lesznek köztök, közületek olyanok, akik azt mondják, hogy végre egy olyan gázkar, amit mutatója tudok kezelni, azt mondjátok, hogy végre egy olyan összecsukhatósági megoldás, amely jó a kisebb méretű össze tudom rakni ezt a gépet, mint más gépeket, végreállítható a kormánymagasság, tehát egy csomó olyan dolgot kipipál ami ebben az árkategóriában egyáltalán nem alapelvárás, mégis az auszom tudja biztosítani, de cserébe dobfékes, cserébe meg kiskerekű, úgy más nagyon nagy problémám nincsen vele. Én azt mondom, hogy ha én vennék, akkor vennék rá egy normális első lámpát, ami úgy világít, mint egy lámpa, és nem csak egy kretén csík az elején, de lehet, hogy egy hátsó lámpát is vennék rá, de úgy egyébként azt gondolom, hogy ez igazából egy megnyerő termék. Na, ennyi bele a videóba. Ha van észrevételed kommentekben nyugodtan ír le. Ha szeretnél még hasonló videókat látni, akkor nincs más dolgod, mint a körülöttem felbukkanó összes gombot megnyomod, és akkor biztos nem fogsz lemaradni a később érkező tartalmainkról sem. Ha pedig úgy érzed, hogy ez rettentően bejött neked ez a videó, akkor ennek is van egy jele a YouTube-on, amivel ki tudod fejezni a tetszésedet, de lesz még roller idén, meg lesz még bringa test is idén, úgyhogy tartsatok velünk a következő videóban is. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!